találkozunk a résztvevőkkel, a látrészék szegvényeket, vagy elektromos rolleinket a partnerentől, a streetroltól. A Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképzőiskola által szervezett versenyen elsősorban olyan pályaműveket, prezentációkat vártak, amelyek olyan turisztikai csomagokat mutatnak be, amiknek középpontjában az ökoturizmus áll. Megfogalmazódott a gondolat bennünk turizmus oktató kollégákban, hogy valami versenyt vagy valami szakmai napot létre kellene hozni. A verseny az csak egy szó itt. Igazából a közös munka az, ami a célunk, és az, hogy elindítsuk a gyerekekben, a versenyzőkben ezt a fajta gondolatot. Ők lesznek a kollégáink. Nagyon hamar eljön az idő, amikor technikusi vizsgával vagy egy szakvizsgával állnak majd előttünk, és szeretnénk, hogyha ők is meglátnák ebben a jövőt, a leendő bevételüket, úgy, hogy fenntartható módon gazdálkodjanak ezzel, és fenntartható módon kínáljuk az országunkat. A döntőt megelőzte egy előválogató, az ott kiválasztott 7 legjobb előadás mérettetett meg ezen az eseményen. És ez egy borzasztó jó kezdeményezés, hiszen ez a terület, hogy ökoturizmus, ez persze sokszor hallja az ember, de az, hogy pontosan mit jelent, az azért nem biztos, hogy mindenkinek teljesen egyértelmű. És nagyon nagy örömmel láttuk, hogy Békés Csaba, a Kecskemét, tehát gyakorlatilag az egész Budapestről is, hát nyilván Szekszárdról is, természetesen Bécsről, tehát az egész országban megmozgatta azért a kedves diákoknak a elképzeléseit. Környezetünk megóvása, a természet közelsége és szeretete egyértelműen fontosabbá lett napjainkra, mint azt korábban sokan gondolták volna. A pécsi különítmény egy 4 napos szekszári csomagot mutatott be. A szállás különlegessége, hogy egy vadászház az erdőben, ezzel is fokozva a természet közeli érzést. Nagyon érdekes volt, ugyanis lehetett velünk utazni földön, vízen és levegőben is. Ez azt jelenti, hogy utaztunk például biciklikkel, elektromos rollerekkel, szegvélyekkel, voltunk kenutúrán, hőlégballonoztunk is, kisvasút, minden volt, lovaskocsi is, úgyhogy nagyon érdekes és fenntartható programokkal elsősorban. És mennyit készültetek? Nagyon sokat készültünk rá, kb. Hónapokig készültünk erre. Minden nap átnéztünk, összegyűltünk, ötleteltünk együtt, hogy hogyan csinálhatnánk meg ezt a PPT-t. Az ökoturizmus azért is fontos, mert a tömegturizmusról már a 20. század végére nyilvánvalóvá vált, hogy nem fenntartható, negatív társadalmi és környezeti hatásokkal rendelkezik, ami miatt más utazási formákat kell keresni. Az ehhez hasonló események felhívják a diákok figyelmét arra, hogy az egyre népszerűbb ökoturizmus több, mint címszó.